Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Check It Out mai videójában, és ebben a videóban meg fogjuk nézni, hogy mennyit lehet keresni a STEPN futó alkalmazásával. Ez ugye relatív, de rá fogunk nézni mindenféleképpen. Megnézzük azt is, hogy legutoljára mi volt az NFT, amivel a legnagyobbat buktam, tehát olcsón adtam el, és az ára fölment, és melyik volt az a legutolsó coin, amivel nagyon befürödtem, és sok pénzt buktam, mert a bukás az akkor bukás, amikor ezt a bukást realizálod. Ha érdekel ez a videó, mindenféleképpen tartsál velem! Emlékeztek még a hőn szeretett Pinky Squad NFT sztorimra, amikor a Pancake Squad 4725-ös sorozatszámú kis NFT-jét megvásároltam. Egészen pontosan 2021-ben, október 14-én, közel 5 BNB-ért, ami olyan $2000 volt, majd megpróbáltam ugye ezt eladni drágábbért, ugye sok sikertörténet által feltuningolva, gondoltam, hogy ezt majd el fogom adni, aztán végül kicsit elszomorodva, hiszen az értéke folyamatosan csak csökkent, eladtam 2,8 BNB-ért, $1113-ért. Hogyha a dollár értéket nézzük, akkor egy ilyen közel $900-os bukóban, hogyha a BNB értéket, akkor ilyen 2,20 BNB-ért olcsóban. Tudjátok, hogy mi az érdekes? Eltelt pár hónap, és nézzünk is rá erre az NFT sorozatra, hogy mennyibe kerül a legolcsóbb ezekből. És itt láthatjátok, hogy a legolcsóbb ár, tehát a floor price, az 12,5 BNB. Tehát annyiért lehet most a legolcsóbban egy ilyen kis NFT-hez hozzájutni. Hogyha ezt dollár értékben nézzük, akkor ez $5000, hogyha BNB-ben nézzük, akkor 12,5 BNB. Az én kis NFT-met nem adták el még, legalábbis nem tették még fel eladásra. Tanulság ebből, hogyha vásároltok különböző NFT-ket, akár ebben az esetben egy ilyet vásároltatok, ugye nem minden esetben úgy működik a történet, hogy megvásároljátok és boom, eladjátok következő pár napon belül, pár héten belül jóval drágábban. Ugye ezeknél annak ellenére, hogy az értéke bőven csökkent a megvásárlása után, érdemes talán az NFT-ket tartani, és ha majd történik valami hír, mint például ennél a sorozatnál, ugye az a hír, hogy kapnak majd képességeket ezek az NFT-k, tehát lehet őket talán majd stékelni, és így tovább, amikkel majd föl fogja ruházni a Pancake. Tehát nem csak kiadták a Pancake Squad NFT sorozatot, hanem a későbbiekben elkezdik őket majd fejleszteni is, tehát akik még megvásárolták az elején, vagy majd utána kicsit olcsóban, akár tőlem, ők most már arra számíthatnak, hogy az érték az ezen az áron fog mozogni, főleg majd, hogyha kijönnek a képességek tényleg, akkor lesz nekik még egy kick ezeknek a kis NFT-knek. Na de, hogyha rossz dolgokról beszélünk, akkor nézzünk meg egy olyan coint is, amiben belevásároltam, és jelenleg igencsak alul van értékelve, mondhatjuk így szebben hangzik, de amíg ezt nem adom el, a nem realizált veszteség nem veszteség. Hogy miről beszélek? Nem másról, mint a The Parallel projektről, aminek a tokenje a Parallel token, a PRL, amiben belevásároltam. Hát itt látszik is a kis zöld pontocska, hogy mikor vásároltam ebből. De tegyük át ezt egy kicsit jobb nézetre, mondjuk egy órásra a csártot, és itt látjátok, hogy az értéke az bőven elkezdett esni ennek a coinnak, pedig a projekt már elindult. Biztos emlékeztek, hogy csináltam róla videót az év elején, és belevásárolgattam ezzel a publikus valettel is, közel $2000 értékben, hiszen úgy kezdődött a történet, hogy a stékeléshez kell ennyi, majd amannyi, és akkor legyen, akkor vásárolgattam még egy kicsit. Itt látszik, hogy például itt 1766 darab vásárlása $994-ba került, na most ennek a darabszámnak az értéke, jól látjátok, $114, az $522 vásárlásomnak az értéke 65, közel $200, 35, adjátok össze, közel $2000, ez pedig kicsit több mint $200. Tehát az egyik legnagyobb bukásom jelenleg, amit elkönyvelhetnénk bukásnak, ha most eladnám, akkor az ez lenne. Viszont én úgy vagyok ezzel a projekttel, hogy talán még lesz vele esély, mert az a legszomorúbb, hogyha úgy fogok vele járni, mint az NFT-vel a Pancake-nél, hogy itt megvettem, itt eladtam, aztán utána itt kötöttünk ki fönt a csúcson, meglátjuk, hogy ebben a projektben még mi van. Ezeknek egy kis időt kell adni, jelenleg igen szomorúan néz ki, hogy közel a 10%-át éri annak, amennyit belefektetett az ember. Tehát a kriptovaluták ilyenek, és érdemes beszélni néha ezekről a dolgokról is, a rossz dolgokról és a bukásokról. Hogyha már csak jó dolgokról beszélnénk, akkor mindenki azt hinné, hogy a kriptovalutákkal való foglalkozás, az NFT-kkel való foglalkozás az csak pozitív lehet. Vannak olyan projektek, amik bukók és elmennek a levesbe, nem pont erre gondolok, viszont vannak olyan projektek, amiknél talán érdemes kivárni, míg beérik egy projekt, hiszen ez a The Parallel is nincs egészen fél éves se, úgyhogy adunk nekik egy esélyt, erről majd még beszélni fogunk kicsit talán később, egy fél év múlva, hogy hogy állunk ezzel a The Parallellel. Viszont még mielőtt rátérünk arra a témára, amit mindenki nagyon érdekelve kérdez, hogy mennyit lehet keresni a STEPN cipőkkel. Megnézzük azt, hogy mit vásároltam az elmúlt időszakban. Persze, hogyha Twitteren követtek, aminek a linkje a leírásba, akkor ezeket ugye mind láttátok már. Hogyha még nem követnétek Twitteren, akkor mondom, mindenféleképpen kövessetek, hiszen minden hasznos információt meg szoktam veletek osztani a kriptovaluták és az NFT-k világából, és az én személyesebb dolgaimról is, mint például arról, hogy vásároltunk ilyen Eternity Master Collectionből egy NFT-t, ugye minteltünk egy ilyen darabot, majd hozzájutottunk egy ilyen Apiens Official NFT-hez is, aminek a public sale-je tegnap volt. Ezekről majd a jövőben beszélni fogunk, hogyha van rá érdeklődés. Ugye ez a publikus tárcám, itt ugye a publikusan megvásárolt NFT-ket meg tudom nektek mutogatni, amit veletek együtt Twitteren megosztva vásároltam. És hogy miért, azt általában mindig el szoktam mondani, vagy leírni. Természetesen érdekes projektekre nem csak én tudok rátalálni, hanem Discordon a srácok a communitynkből is érdekes projekteket szoktak megosztani, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy ne csak Twitteren kövess engem, hanem a csatornát is, és a Discord csatornánkra is legyél fölcsatlakozva. Ennek a linkje természetesen, mint minden más link, megtalálható a videó leírásában. Így egész pontosan jutsz el ehhez a projekthez, amit a srácok megosztottak. Tripsters nevű projekthez ugye így jutottunk el, ami lényegében a Mutant Ape-ekhez hasonlóan a Bored Ape Yacht Clubokból is begombáztatva egy külön NFT-t lehet majd létrehozni. Itt egyébként látjátok a roadmapnél, hogy a Tripsters Genesis mint az majd most fog indulni május 1-én, majd lesz egy airdrop, ami nekem kicsit szkeptikus egyébként, de így utána jártam és utána kérdezgettem több barátomtól is, hogy mit gondol előre a projektről, mennyire valid, ezt ugye mindenki döntse el maga, járjon utána, ne csak itt megnézze, és utána egyből várjon bele majd a mintelésbe. És itt látjátok, hogy különböző érdekes dolgok lesznek, mint például Mushroom, Airdrop, és így tovább, tehát érdekes projekt. Hogyha erről van kérdésetek, vagy pedig van valami, amit elmesélnétek, a videó leírásába és a Discordon szívesen írjátok meg és tegyétek fel a kérdést. Nem tudom, ez a béka ezzel a peace jellel nekem nagyon tetszik, érdekes projektnek vélem. Most nem akarok erről bővebben beszélni, mert talán akkor érdemes, hogyha van rá elég érdeklődő. Térjünk is rá a videónak talán mondhatni a fő témájára akkor. Ami nem más, mint a STEPN nevű kis alkalmazás, amivel Solánás és már Binance Smart Chain-es cipőkkel lehet kocogni, futni, sétálni, és így coint generálni. Aki erről nem látta még a videót, azt itt felül megtalálja. Mind a kettőt érdemes megnézni, főként a második videót, ahol specifikusabban beszéltem erről a projektről, és készítettünk nektek egy e-bookot is, amit le tudtok tölteni. Természetesen teljesen ingyen, hogyha szeretnétek támogatni minket, akkor a vásárlásnál ezt meg tudjátok adni, hogy PayPal-os fizetésnél mennyire szeretnétek ezt a könyvet megvásárolni, vagy pedig a videó alatt található tárca címre egyszerűen egy kis coint tudtok küldeni, ami az e-bookba is megtalálható, akár a Binance Smart Chain, Ethereum és a Matic Polygon hálózatán is. Egyébként a STEPN-hez hasonlóan indulnak különböző projektek, ez például a Walken a Solana hálózatán, ez is erre a Move to Earn-re gyúr rá, hogy ilyen különböző mesefigurákat lehet tuningolni a futás, sétálás után különböző ruhadarabokkal, majd indul egy projekt, sokan érdeklődtek már afelé, hogy lesz-e biciklis változat is, ugye ezt nem a STEPN csinálja meg, hanem egy külön projekt, ez a Bike Rush nevet fogja kapni, a play gombra kattintva viszont azzal szembesülünk, hogy hamarosan érkezik, úgyhogy felbuzdult a közösség, és mindenki próbál fejleszteni olyan appokat és olyan dolgokat, amik a Move to Earn irányába elmennek, úgyhogy mondhatjuk, hogy talán idén ez az új divat, a Move to Earn, a tavalyi Play to Earn után. Na de hogyan jutunk ilyen cipőhöz? A már meglévő alkalmazásnak a sztorjában tudunk vásárolni, vagy például a Magic Aiden-en. Itt látjátok, hogy a legolcsóbb cipő jelenleg 13,10 Solana, $1320 között mozog, ez ugye az egyik legolcsóbb, de mindjárt megnyitjuk az alkalmazást, és rá fogunk nézni, hogy azon a piactéren milyen áron mozognak ezek a cipők, de mindezek előtt azt is meg fogjuk nézni, hogy ha cipőket szeretnétek párosítani, akkor milyen árakkal tudtok számolni. Ez kicsit változott a napokban ez a rendszer, és itt látjátok, hogy ha a common cipőket nézzük, ugye 7-szer tudnak párosodni a cipők összesen, és amikor egy friss cipővel kezdünk, akkor az egy level 1-es cipő, és 0/7 párosodási számmal rendelkeznek. Ugye ez nagyon fontos, ha láttátok a videót, hogy az e-bookot elolvastátok, akkor tudjátok, hogy miről van szó. Link természetesen a leírásba az e-bookhoz. Itt látszik, hogy egy 0/7-es, egy 0/7-es cipővel összepárosítani az 120 GST-be és 80 GMT-be kerül. Hogy eznek milyen költségekkel jár, itt láthatjátok, hogy a Green Satoshi token, a GST közel $5,5-ba kerül, tehát ebből 120 darab az $655, és ha megnézzük a STEPN-nek a GMT coinját, az 3,44, abból 80 darab az 272, meg 655, az durván olyan $920–930-ba kerül. Tehát látjátok, hogy $900 körül, $1900 körül kerül egy cipő párosítása, aminek az értéke ugye indulási árhoz képest ugye jóval olcsóbb, mint a legolcsóbb cipő, ami már ugye fönt van a piacon, és ugye ez a cipő már egy elhasznált cipő, ami legalább 2-szer volt már, vagy 3-szor párosítva ebben az értékben. Úgyhogy jelenleg azt elmondhatom, hogy ezeken a szinteken még érdemes cipőket párosítani, sőt, én még be is vásároltam GMT-ből, hiszen a GST-t az saját magam kitermelem, a GMT-t viszont csak level 30 fölött lehet termelni, és mivel az összes cipőpárosításhoz GMT-re és a szintezéshez is GMT-re van szükség, mint az 5-ös, 10-es, 15-ös és így tovább szintekre, ezért úgy véltem, hogy a GMT-nek az ára még a továbbiakban is emelkedni fog, persze ez nem tanácsadás, ez személyes vélemény. Egyébként a cipő használatok után nem szabad elfelejteni, hogy minél magasabb szinten van egy cipő, annál többe kerül ennek természetesen a javítása. Az applikáció megnyitása után itt látjátok, hogy nekem 3 cipőm van, van egy Walker, egy Jogger és egy Runner cipőm, mind a három common cipő, és látjátok, hogy ezt, amit én használok futásra, ez a Jogger cipő, ami ebben az esetben egy level 8-as cipő, és látjátok a statisztikáit, hogy 23,8 pont van arra, hogy coint termeljen kifele futás közben. A szerencse faktor, hogy droppol a futás, az 6,4, míg a resilience, tehát az, hogy mennyire sérülékeny a cipő, ugye minél nagyobb a szám, annál kevésbé sérül a cipő, 7,2-re van kitolva. Mivel nekem 3 cipőm van, az azt jelenti, hogyha átmegyünk ide erre a fülre a futáshoz, akkor látjátok, hogy nekem már 4 energy pontom van. Ugye ez úgy működik, hogy ha van egy cipődök, akkor két energytek van, két energy az 10 perc futás körülbelül, ha kettő cipőtök van, akkor szintúgy még mindig két energytek van, viszont hogyha már három, akkor 4 energy pontotok van, az dupla annyi futásra hatalmaz titeket föl, ebben az esetben ugye ez azt jelenti, hogy 4 energy pont az ugye körülbelül 20 perc tréning. A statisztikák alapján, hogyha ti azt csináljátok, hogyha két cipőtök van egy tárcába, akkor az 2 energy 10 perc futás, szokták csinálni többen, hogy az egyik cipőt átküldik egy másik tárcára, egy másik telefonra, és így tárcánként 2 energy van, tehát az 4, és egyszerre elindítva egy személyként elmentek edzeni, ki lehet játszani ilyen kisebb kis dolgokkal a rendszert, hogy többet tudjatok termelni, de mindenféleképpen talán érdemes elkezdeni 3 cipővel a tenyésztés véget is, plusz azért, mert 4 energy pontotok van. Én ezzel a cipővel, ezzel a jogger cipővel, ezekkel a statisztikákkal, amikről beszéltem nektek, nem egészen 4 energy pontot felhasználva, itt látjátok, hogy 3,6 volt a rendelkezésemre, 15,16 coint termeltem ki, amiből javításra 4,5 elment, tehát a kitermelt coin haszna az pontosan 10,6 coin volt, 3,6 energy felhasználásával. Ami ugye, látjátok, hogy 10,6 coin, 3,6 energy pont felhasználásával, tehát nem a teljes kapacitása volt a cipőmnek, az aktuális árfolyamon 5,5 árfolyamon $58 profit. Ez ugye teljes kapacitáson mondhatni olyan jelenlegi árfolyamon számolva, ugye ez nagyon fontos hozzátenni, hogy ez jelenlegi árfolyamon számolva olyan napi 65 és $70 jelent. Ugye ehhez viszont 3 cipőre van szükségünk, a 3 cipő megvásárlása vagy kitenyésztése pedig nem egy olcsó mulatság. Ha ránézünk most itt a marketplace-re, és a legolcsóbbhoz állítjuk a kategorizálást, akkor látjátok, hogy a legolcsóbb ilyen 2 minten túlesett level 5-ös cipők vannak, 12,64 szolánás áron, az barátok között is körülbelül majdnem $1300 a videó készítése alapján. Látjátok egyébként a filtert, hogy be tudjátok állítani, hogy mit keresünk, és hogyha common cipőket keresünk, amik mondjuk olyan level 5-ös szinttől vannak, és mondjuk még nem voltak mintelve egyszer sem, tehát teljesen friss cipők, és 5-ös szintre föl vannak húzva, ahol lehet már őket elkezdeni párosítani, akkor látjátok, hogy ezek ilyen 15 Solana áron mozognak. Ezek itt mind runner cipők, itt látjátok, hogyha beállítjuk a filternél például azt, hogy ne runnert keressen, hanem például jogger cipőt, akkor látjátok, hogy az ilyen joggerek 17,49 szolánától kezdődnek, 0 mintesek, level 5-ös szinten, egyébként vannak ugye walker cipők is, a sétáló cipők pedig 16-17 szolána körül vannak induló árba, természetesen a tréner cipők a legdrágábbak, 21,75 szolána a 0 mintes level 5-ös. Ugye mindenkinek ki kell alakítani a saját stratégiáját, és azt, hogy mire szeretné használni ugye ezeket a cipőket, futásra, gyaloglásra, vagy pedig kocogásra, ezen felül tenyésztésre, vagy coinfarmolásra, ezen felül még arra is, hogyha coinfarmolás mellett ugye növeljük a reziliencét a cipőknek, ugye nem roncsolódik a cipő annyira, tehát stratégiailag mindenkinek föl kell építenie magának azt a tervet, amire szeretné használni, hiszen ebbe a projektbe való belevágás, mint mondtam, nem a legolcsóbb mulatság, főleg, hogyha egyből 3 cipővel kezdesz. Tehát a nagy kérdés az ugye az mindenkiben, hogyha belevág ebbe mondjuk egy 15 szolánás cipőbe, aminek az értéke $1500 jelenleg átszámolva, és mondjuk fölhúzza a cipőjét egy bizonyos szintre, és az a cipő mondjuk napi $65 termel, Mire azt a cipőt erre a szintre fölhúzod, ugye GST-t kell elégetned, de menet közben termelsz is vissza, szóval számoljunk egy olyan $1600-os árral, amit viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy ezek az árak az aktuális áron vannak kiszámolva, úgyhogy ez mind csak egy teória, de lényegében, hogy legyen egy kis rálátásunk ezekre a dolgokra, $1600 osztva 65-tel, az azt jelenti, hogy egy cipőnek a megtérülése az durván 25 nap. Ezzel ugye akkor tudtok számolni, hogyha megmarad a coinnak az értéke ugye az $5,5-os áron, vagy esetleg emelkedik, tartja ezt a szintet, és ugye a Solana is $100 között van a videó felvétele alapján, ugye egy cipőt tudsz egyszerre használni a futáshoz, úgyhogy mire a 3 cipőt visszafarmolod, hogyha minden ezen az áron marad, nem lesz több, nem lesz jobb, akkor ehhez 73 napra van szükségetek, ami körülbelül egy 2,5 hónap, pont akkor fog majd elindulni a bérbeadás. Természetesen eldöntendő, hogy a befolyó összegeket mire használjátok, realizálásra, vagy pedig a cipők továbbfejlesztésére, hiszen ha a cipőnket továbbfejlesztjük, akkor több coint is tudunk kifarmolni, és ugye gemekkel tudjuk továbbá növelni a cipőnek a százalékait és a számait. Amit ugye kihagytam a történetből, hogy menet közben eshetnek különböző gemek, amiket be tudtok tenni a foglalatokba, ami lényegében eladható is, hogyha ezt is menet közben eladjuk, mert arra a stratégiára alapozunk, hogy mi ki szeretnénk venni a lehető leggyorsabban a pénzünket ebből a projektből, majd utána áttérni a fejlesztésekre, akkor ez az időtartam természetesen csökkenhet is. Mint elmondtam, ez csak az én teóriám, ez csak az én számításom, hogyha valami nem megfelelő a számításba, ezért felelősséget nem vállalok, mindenki döntse el, és mindenki számítsa ki a saját kalkulációját, mindenki csinálja meg a saját stratégiáját. Az én stratégiám jelenleg az, hogy egy kicsit leállok az investálással befelé, és elkezdem a pénzt kifelé is szedni, mérsékelve, a fele megtermelt coint azt kiszedem, a felét pedig visszapörgetem a különböző fejlesztésekre. Talán ezt a középutat találom a legjobb stratégiának jelen esetben. Ugye nem szabad átesni a ló túloldalára se, hogy szanaszét tuningoljuk a cipőket, szanaszét tenyésztjük őket, és csak toljuk befele ordatlanul a pénzt. Persze, ez a szenárió akkor jó lehet, hogyha pár hónap elteltével jóval magasabb áron leszünk mindennel, viszont hogyha ez stagnál, vagy pedig esni fog lefelé, akkor ugye nagyon meg is üthetjük a bokánkat. A történetből még ugye azt is kihagytam, hogy a megtérülési idő a befektetett összegre vonatkozik, ezen felül az NFT-nk természetesen még a birtokunkban lesz, tehát azt is el tudjuk adni, hogyha szeretnénk kiszállni a projektből, aminek az értékét jelenleg láttátok, hogy mennyit ér, és szerintem egyelőre még növekedő fázisban van, tehát az értéke az egyelőre csak növekszik. Mindenki végezze el a saját kutatását, remélem ezzel a videóval tudtam nektek kicsit segíteni abban, hogy különböző projektekbe meg is tudjátok ütni a bokátokat. A nem realizált veszteség az nem veszteség, egy veszteség akkor lesz veszteség, hogyha ezt elkönyveljük, mint az én esetemben a veszteséggel eladott penkékes NFT volt. Ha tetszett a videó, mindenféleképpen iratkozzatok fel, a lájkot ne felejtsétek el dobni a videóra, osszátok meg barátaitokkal, és találkozunk hamarosan egy következő videóban, addig is. Sziasztok! A hullámvasút sikít, a BTC esik, az altoknak fasír. Már minden longpozi besír, csak a DCA bro, ami hasít. Közes is tele a terem, a bányagépeken meg az eterterem. A gyereket ebből letetem, a fiat valutát kriptóvá égetem. 4 Bored Ape NFT airdrop. Ki az a hülye, aki 4 Bored Ape NFT-t ingyen kioszt? Hogyan...